de a következő fiatal ember, puf, már le is van lőve, szerény 8 alkalommal vállalkozott arra, hogy a Mount Everestnek neki menjen. Mi? Nem mondok hülyeségeket, ugye? Mindig rettegek. És egyszer se sikerült neki. Ami őt számomra végtelenül szimpatikussá teszi. És tiszta szívemből kívánom, hogy legyen neki 9., 10., 11. alkalom is akár. És nem tudom, hogy fontos-e, hogy igazán fönt legyen. Biztos, hogy fontos. Ezt talán nem nekem kéne eldönteni. De én ezt azt hiszem, hogy már nagyszerűnek tartom. Láttam vele egy-két riportot, ahol így cikizték, hogy na mi van, hogy nem tudtál följutni, hogy így 150 méterre megálltál a... És közben így ebbe belegondolsz, hogy így ezt mindent végigcsinálsz, és aztán 150 méterre mondjuk a csúcstól meg kell állnod, és képes vagy meghozni azt a döntést, hogy vissza kell fordulnod, és aztán következő évben megint neki mész. Azt hiszem, hogy az quite something. És néztem, és egyébként volt egy ilyen riport is vele, ahol gyerekek csináltak vele riportot, nagyon cukik voltak. Az első kérdés, amit belekérdeztek, az az volt, hogyha olyan feleséged lenne, aki mondjuk hegymászó, és állandóan az életét kockáztatná, azt te hogy tudnád elviselni? És erről azt mondta, hogy én azt szerettem, hogyha az emberek körülöttem ugyanolyan szabadok, mint én. Hölgyeim és uraim, színpadon Klein Dávid. Hozok egy ilyen széket. Sziasztok! Klein Dávid vagyok, és tényleg alapvetően csavargással és expedíciós hegymászással foglalkozom, és nem vagyok egy igazi public speaker. Úgyhogy találtam egy papírlapot a székemen nem sokkal az előadás kezdete előtt, és készítettem egy vázlatot. Ez a papírlap, amit találtam. Nem tudom, látszik-e. Az van rá, vagy foglalt. És van egy történet, ami nagyon kedves az én szívemnek, és ez az Ind mitológiában szerepel, és a Rámajánában, és Hanumánról szól. Ugye a Rámajánában Ravana, a rosszpasas démon király elrabolja Szítát, aki Ráma kedvese, és a tengeren túl Lanka szigetén tartja fogságban, és Hanumán, a majomisten, aki egy végtelenül szabad és végtelenül erős valaki, ő Ráma segítségére siet. És ahogy így vándorol Hanumán, a majomisten, egy idő után elérkezik a tengerhez, és ott megtorpan, és elkezd nyavajogni, elkezd siránkozni. És azt mondja, hogy ez olyan hatalmas ez a tenger, és annyira lebírhatatlan, hogy soha nem fog tudni átkelni rajta. És ez mindenkit nagyon megijeszt, mert ugye ott van Hanumán, aki egy ilyen hatalmas valaki, és nyavajog. És akkor odalép hozzá az egyik hadnagya, Hanumán egyik hadnagya, és azt mondja neki, hogy elnézést Hanumánji, minden tiszteletem mellett szeretnék emlékeztetni téged arra, hogy te egy Isten vagy, és fantasztikus dolgokat tudsz megtenni. Mire a Hanumán így körülnéz, és azt mondja, hogy elnézést, és akkor átugrik a tengeren. És sokáig nem értettem a sztorit, lehet, hogy ma se értem. De aztán ugye gondoljatok bele, vagy gondolj bele, hogy mondjuk minden karácsonykor beszédet mondasz az erkélyedről, és ilyen fura sapkát viselsz, és mindenki úgy szólít, hogy Szentatyám, és egyik reggel megfeledkezel arról, hogy te vagy a pápa. Hogy számomra valami ilyesmi a szabadság, egy ilyen szent feledékenység. Hogy valami ilyesmi számomra a szabadság, hogy én szabad vagyok a saját trippemtől is, hogy én szabad vagyok a saját szerepeimtől és kötelmeimtől is. És persze sok minden más is jelent számomra a szabadság. Szabadnak érzem magam 8000 méter fölött, amikor egy nagyon szigorú térben mozgok, amikor ilyen szikla meg jégvilág lesz körül engem, miközben nyilván fizikailag is és mentálisan is az oxigén hiánytól nagyon be vagyok határolva, nagyon korlátozott a mozgásterem. De ez a tér, ez valamilyen lehetőséget biztosít számomra, és azt a lehetőséget biztosítja számomra, hogy találkozzam saját magammal, ilyen nagyon szigorú feltételek mellett. És itt mondjuk lehet, hogy egy gesztust azért csinálok, mert valamilyen hatást akarok elérni, vagy bármi más, de ott pontosan olyan vagyok, annyira vagyok suta, vagy gyenge, vagy néha, mit tudom én, lehet, hogy bátor, amilyen tényleg vagyok. És ez számomra egy rendkívül ritka lehetőség. És szabadnak érzem magam csavargás közben, meg lovaglás közben, meg minden ilyen helyzetben. És sokáig ezt egyszerűen csak úgy megéltem, átéltem, és aztán elkezdtem ezen úgy gondolkozni, reflektálni, hogy ez miért is van így, vagy miért ilyennek látom a szabadságot. És aztán arra jöttem rá, hogy
ilyen az élet, vagy hogy számomra legalábbis ilyen az élet, én ilyennek látom az életet. Én az életet ilyen bizonytalannak látom, indázónak, bolyhosnak, veszélyesnek, szépnek, alapvetően bizonytalannak. És akkor szembe kellett néznem egy választással, egyfelől vagy lehozom az életet, lecsökkentem az életet a saját félelmeim szintjére, mindenféle kényelmi funkciókkal, vagy én megpróbálok felnőni ehhez a bizonytalansághoz. És én egyértelműen az utóbbit szeretném választani. És aztán ugye teltek, múltak az évek, és meglepő módon elkezdtem észrevenni másokat is. Ez számomra meglepő volt, mert én alapvetően egy ilyen önző személy vagyok, a saját belső utam szokott foglalkoztatni. És hogy észrevettem magam körül másokat is, azt vettem észre, hogy mindenkit valami más tesz szabaddá. Hogy különböző emberek különböző dolgoktól érzik magukat szabadnak, és aztán eljutottam lassacskán odáig is, hogy ezt elkezdem elfogadni. Észrevettem, hogy vannak olyan emberek, akiket mondjuk egy fűtött ház, vagy egy biztos jövedelem az szabadabbá tesz, vagy ők inkább ehhez kapcsolják a szabadságot, és elkezdtem ezt elfogadni. És számomra ez egy nagyon komoly fejlődés volt. És aztán ugye készülve erre az eseményre, elkezdtem megkérdezgetni mindenféle embereket körülöttem magam körül, hogy nekik mit jelent a szabadság. És voltak, akik ilyen mélyen szántó és bonyolult válaszokat adtak, mint mondjuk most én. És aztán ott volt mondjuk Joci barátom, aki azt mondta, hogy számára a szabadság az a 10 nap, amit a cégétől kap. És most már ezt is el tudom fogadni, tehát most már nekem ez rendben van. És persze nagyon szívesen beszélek, vagy beszélnék még tovább erről a szabadság dologról, mert ez egy központi fogalom számomra. Csavargó vagyok, meg hegymászó vagyok, meg ilyesmi. De úgy érzem, hogy már most is túl hosszan beszéltem erről a személyes szabadság dologról, és hogy a fennmaradó 1-2 percemben nem erről szeretnék beszélni. És ezt azért érzem úgy, mert úgy érzem, hogy ma Magyarországon itt nem ennek van a helye. És ez azért van, mert talán arra jöttem rá, és ez nagyon-nagyon friss felismerés számomra, hogy ahhoz, hogy én szabad lehessek, hogy átélhessem, kereshessem a saját személyes szabadságomat, az szükségem lenne egy személyes térre, egy személyes közegre. Bocsánat, nem személyest akartam mondani, hogy szabad térre és szabad közegre. És van egy olyan erős érzésem, hogy ez itt most körülöttem Magyarországon szűkül. És van egy olyan erős félelmem, hogy ez el fog tűnni, hogy talán végleg el fog tűnni. És hát persze jó lenne, hogy ez a közeg olyan lenne, ami megengedi, hogy keressem a saját személyes szabadságomat, és jó lenne, hogy ez a közeg olyan lenne, ami nem csak megengedi, de még biztat is erre, és ráadásul felnőttként kezel, hogy felismerhetem, hogy ez a szabadság dolog, ez valamiféle érték, és persze nyilván felelősség is. És ha egészen konkrétan megpróbálnám megfogalmazni, hogy mi az, amit érzek, azt érzem, hogy egy külső hatalom meg akarja mondani nekem ma, hogy mi az, ami engem szabaddá tehet, vagy ami szabaddá kell, hogy tegyen. És ez egy nagyon aggasztó érzés számomra. És ahogy visszagondolok, voltak már olyan esetek. Ez nem sülhet el jól. És soha nem is sült el jól. Ugye rögtön beugrott, amikor gondolkoztam azon, hogy mit akarok mondani, az Arbeit macht frei, vagy az a gondolat, hogy képességeim szerint teljesítsek, de szükségleteim szerint részesedjek. És tulajdonképpen a két gondolat közül egyikkel sincsen komoly bajom. Amivel komoly bajom van az, hogyha ezt egy külső hatalom akarja megmondani nekem, hogy mi az, ami szabaddá tehet, vagy szabaddá tegyen. És ez már közügy, és ez számomra nagyon fura volt, mert én mindig idegenkedtem a közügyektől. És odáig jutottam el, hogy valami fura dolog történik körülöttem bizonyára, hogyha már én is elkezdtem érdeklődni a közügyek iránt. És végezetül, ugye valami ilyesmi számomra a szabadság két arca, egyfelül itt van ez a személyes szabadságkeresés dolog, és másfelül ott van a mi közös szabad terünk, életterünk, vagy játszóterünk. És végül is azon töprengtem, és most már biztos, hogy túlmentem az időn, hogy miért fontos ez számomra. És azért fontos, mert nekem megadatott, hogy egy ilyen szabad térben nőjek föl, és hogy kereshessem azokat a dolgokat, amik engem szabaddá tesznek, és nem is annyira társadalmi szinten, mint inkább családi szinten. Egy olyan családban nőttem föl, ahol felé is elismerték, hogy én egy önálló lény vagyok, és hagyták, hogy az összes hülyeségemet megcsináljam, de közben odafigyeltek rám, és kíváncsiak voltak rám, és szerettek. És volt egy olyan halovány intuícióm, hogy talán, ha ezt egyénileg meg lehet csinálni, talán ezt meg lehetne csinálni társadalmi szinten is. És ma odáig jutottam el, hogy szívesen munkálkodnék ezen veletek közösen együtt, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy köszönöm szépen!